Best for soil. Zöldtrágya és takarónövények. Gyakorlati információ. Hello, Michaela vagyok. Takarónövényt és zöldtrágyát termelek. Ebben a videóban megtudhatod, hogyan termelhetsz takarónövényeket és zöldtrágyát, és ezek miért fontos eszközök a talaj egészségének javításában. A takarónövényeket az egyik főtermény betakarítása és a következő főtermény vetése között vetjük. A takarónövény vetésének fő okai a talaj védelme az erózióval szemben, a talajtermékenységének fokozása, a talaj szerkezetének javítása, a víz beszivárgásának megkönnyítése és a tápanyagok megtartása a talaj felső rétegeiben. Számos kifejezés létezik erre a termesztési gyakorlatra, és többé-kevésbé egymás megfelelőiként használhatók. Azonban a növénytermesztésben eltérések lehetnek attól függően, hogy mi az elsődleges oka a takaró növény termesztésének. Amikor a takaró növényeket beszántjuk a talajba, azt általában zöldtrágyának nevezzük. A megkötő növényeket a tápanyagveszteség, különösen a nitrogén kimosódásának elkerülésére használjuk. Sokféle fajt használnak takaró növényként, és mindegyiknek vannak saját előnyei és követelményei. Egyesek fagyállók és túlélik a telet, mások gyorsan elfagynak. A zöld növények által felvett tápanyagokat visszajuttatják a talajba, így ezeket az őket követő növények használják fel. A takarónövények alapos megválasztása javítja a vetésforgót. A vetésforgóban szereplő főnövények korokozókra való érzékenységétől eltérő takarónövény csökkenti a talaj eredetű betegségek vetteséjét. A Best for Soil adatbázisok hatékony eszközök annak meghatározására, hogy mely takarónövény illik a vetésforgóhoz a legjobban. A gyökérváladék és a takarónövény által biztosított további szerves anyagok stimulálhatják a talaj mikrobiális aktivitását és befolyásolhatják a talajban található mikrobiális populáció összetételét. Mindkét tényező stabilizálja és fellendíti a mikrobiális közösséget, ami viszont csökkentheti a talajeredetű betegségeket. A takarónövények egyik fő csoportját képezik a fűfajok, köztük néhány a közeli rokonságban áll. Gyorsan növekednek, és néhány faj alacsony hőmérsékleten is képes növekedni. Ezeknek a növényeknek a magja Európa valamennyi régiójában könnyen hozzáférhető. A fűfajtájuk takarónövények nem csak zöldtrágyaként használhatók, hanem állatok legeltetésére vagy takormányozására is. A legtöbb fűfaj télálló. A takarónövények egy másik fontos csoportja a káposztafélék. Rendkívül gyorsan növekednek, és ezért képesek elnyomni a gyompopulációkat. Vannak, amelyek csökkentik a gabonákban gazdag vetésforgók betegségeinek előfordulását, mások pedig a nitrogén kimosodásának elkerülésére szolgálnak. Néhány káposztaféle takarónövényként télen ellenálló, még mások fagyérzékenyek. A káposztafélék további előnye a mélyre lenyúló fűgyökérzet, amely elősegíti a talaj szerkezetének javítását. A hüvelyes fajok előnye, hogy megkötik a nitrogént, és ezáltal biztosítják ezt a fontos tápanyagot az őket követő főnövény számára. Több hüvelyes fajt használnak takaró növényként, kezdve a kismagvulóherétől, a közepes méretű bükkönyön át, egészen a nagyszemű babig. A hüvelyesek akkor teljesítenek a legjobban, ha a szezon elején vetik ki, és általában más takarónövényekkel keverve használják őket. Takarónövénynek számos gyorsan növekvő faj használható, mint például a facélia, a hajdina vagy a körömvirág. A Best for Soil adatlapjai valamennyi fenti fajról részletes információkat tartalmaznak. A takarónövények ugyanolyan gondos művelést igényelnek, mint a főnövények, a jól előkészített magágy elengedhetetlen a sikeres takarmánytermesztéshez. A takarónövény lendületes növekedéséhez különösen fontos a nitrogén kijuttatása. A főnövényekhez hasonlóan az előző növény által meghagyott nitrogént is figyelembe kell venni. A vetőmag előkészítése elengedhetetlen a növény gyors és tartós növekedésének biztosításához. Ezt a vetőmag egyedi szükségleteihez kell igazítani. A sikeres növényindításhoz nagy csírázási sebességű, egészséges vetőmagot kell használni. Öntözésre lehet szükség a nyáron termesztett növények esetében, különösen olyan gyorsan növekvő fajok esetében, mint a mustár vagy a cirok. A kiválasztott fajtáknak ellen kell állniuk az adott térségben uralkodó legjellemzőbb betegségeknek és kártevőknek. Néhány fajtának vannak sajátosságai. Például biofumigációs hatással bíró másodlagos metabolitokat tartalmaznak. A biofumigációval kapcsolatos további információk a specifikus videókban és adatlapokon találhatók. Néhány takaró vagy kultúrnövény a tél folyamán elpusztul, ami megkönnyíti a talajba való beépülést a következő tavasszal. Az ilyen fajták nem alkalmasak tavaszi zöldtrágyának, mivel a tavaszi beépülésük előtt lebomlanak. Másrészt a nyáron termesztett takarón különösen Dél-Európában, tűrőképesnek kell lenniük. Ezért kritikus fontosságú a helyi éghajlati viszonyokhoz igazított fajták kiválasztása. Mivel a takaró a talajeredetű betegségek gazda növényei is lehetnek, kiválasztásuknak meg kell felelnie a jövedelem jövedelemszerzés céljából legfontosabb termesztett növények vetésforgójának. A fűfajok különösen jól illenek a zöldségtermelő rendszerekbe, ahol nem termesztenek a füvekkel rokonfajokat. A káposztafélék jobban alkalmasak szántóföldi növényekkel váltakozó vetésforgóra, ahol az olajrepce kivételével általában káposztafélét nem termesztenek. Ezzel szemben nem jól illeszkednek zöldségtermelő rendszerekbe, különösen Észak-Európában, ahol sok káposztafélét termesztenek. Végül és nem utolsó sorban a takarónövény vagy a zöld trágya megválasztása elsősorban az alábbi elsődleges okok sorrendiségének függvénye. Csökkentse a talaj eredetű betegségeket? Akadályozza meg a nitrogén kimosódást? Védjen az eróziótól? Növelje a szerves anyag mennyiségét? Függetlenül attól, hogy a takarónövények a főnövények vetésforgójával a kompatibilisek-e, össze kell vetni őket a Best force adatbázisaival.